Ahogy a mondás tartja, szinte megállt a fakanál benne, olyan sűrű volt ez a panyolán főtt babgulyás. Itt tavaly augusztusban rendezték meg az érték találkozót, de számos más település is otthont adott az eseménynek. Az egynapos fesztiválokat az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben elnevezésű identitás megőrző pályázat keretében rendezték meg. A Vármegyei Önkormányzat a terület és településfejlesztési programban elnyert több mint 800 millió forintos támogatásból hozott létre olyan programokat, konferenciákat, közösségi tevékenységeket, amelyek erősítik a szülőföldhöz való ragaszkodást, valamint a helyi történelmi és kulturális értékeket. A projekt záró rendezvényén Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke azt mondta, a több éves program beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Sokakat meg tudtunk szólítani, több tízezer embert, és olyan gasztrokulturális élményekkel, a legkülönbözőbb kulturális értékekkel gazdagítottuk a helyi közösségek életét, amelyek azt gondolom szolgálták azt a célt, amely a helyi identitás megerősítését jelentette. Nem csak magyarok vagyunk, hanem szabolcsiak, szatmáriak és beregiek is vagyunk. Egy fontos megtartó erő, azt gondolom, hogy az emberek itt tartásában, a vármegyében tartásában is hozzájárult ehhez, és hát ilyen értelemben talán még a gazdasági fejlődéshez is, tehát nem túlzás azt mondani, hogyha ennek gazdasági hatása is lesznek, hiszen a munkaerő hiány is egyre inkább jellemző a vármegyében, tehát hogyha erről az oldalról közelítjük meg, akkor ez egy gazdasági élénkütő, szószoros értelmében gazdasági érintő program is volt. A záró konferencián részt vett Szent Mártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is. A politikus szerint manapság hatalmas szükség van arra, hogy hagyományainkat ápoljuk és újraértelmezzük. Rendkívül fontos mindnyájunk számára, azt hiszem, főleg ebben a világban, amely kezd egy kicsit darabjaira széthullani, rendkívül fontos a helyi közösségek megerősítése, a hagyományainknak a megőrzése, tovább örökítése, és a hagyományainknak a megújítása is, és az újabb generációk megszólítása, hogy legyen kiknek majd továbbadni az örökségünket. Ezek olyan feladatok és olyan kötelességek, amelyeket egyrészt jó szívvel és áldozatos munkával végeznünk kell. Az identitás megőrző pályázat keretében a Kölcsei Televízió jóvoltából televíziós műsorok is készültek. A Csillagjáró című talk show-ban például a vármegyéből elszármazott hírességekkel beszélgetett Bocskai Magda és Négyesi Péter. A falusi turizmusban pedig egy játékos, sportos, ügyességi vetélkedőben mérték össze tudásukat különböző vármegyei települések közösségei.